szakmai körökben már 1946 legelején belátták, hogy a pénzügyi stabilizáció csak új pénz nem bevezetésével valósítható meg, mivel az addigi fizetőeszközt, a pengőt a II. Világháború után soha nem tapasztalt infláció sújtotta. Egy ideig vita folyt az új valuta nevéről, végül a forint mellett döntöttek, forintnak nem első alkalommal hívnak Magyarországon fizetőeszközt, az új pénz nem 1946. augusztus 1-én váltotta fel a pengőt. A bankjegyek megtervezésére Horváth Endrét, a pénzjegynyomda grafikusát kérték fel. A bankjegyeken az élet háború utáni újraindulására utaló szimbólumok és allegorikus alakok szerepeltek, szerszámok, dolgozók, hasonlóan az első világháború után kiadott koronapénztárjegyekhez. A legelső forint bankjegyeket igen nehéz körülmények között kellett előállítani. Az inflációs pengő bankjegyeket hatalmas mennyiségben gyártották, így a forint előállításához már nem volt elegendő papír és a piros nyomda festék is elfogyott. Végül finn és francia importból sikerült szerezni megfelelő minőségű vízjeles bankjegypapírt, 1946-ban csak 10 és 100 forintos bankjegyeket gyártottak. Az új bankjegyek terveit Horváth Endre grafikus művész készítette korábbi papírpénzterveit is felhasználva. A gyenge nyomda technika, offset nyomtatás, miatt a bankjegyeket nem volt nehéz utánozni, a 100 forintosok hamisítása hamar veszélyes méreteket öltött, és a bankjegyek papírja gyorsan kopott, emiatt rövidesen új bankjegyeket kellett bevezetni. Mivel ezek a bankjegyek, különösen a 10-es, csak viszonylag rövid időt töltöttek a forgalomban, gyűjtői szempontból így értékesnek számítanak. Kezdjük is a 10 forintos bankjeggyel. Méret 155 mm hosszú és 71 mm széles. Leírás. Előoldal férfi arcmodell. Pfeffer Mihály, a pénzjegynyomda gépmestere. Hátoldal. Kossuth címer. Kibocsátás 1946. június 3. forgalomba helyezés 1946. augusztus 1. bevonás 1948. március 31. beváltás, átváltás határideje 1951. március 31. Hamar jött a változás, 1947-től új bankjegyek jelentek meg. Ezeket a papírpénzeket már kifinomultabb megjelenés és igényesebb nyomdatechnika jellemezte, az árnyalatos alapnyomat finom rajzolatai képezte háttérre metszett mély nyomással készült képnyomat került. Ezeket a pénzeket is Horváth Endre tervezte, szerepét később Nagy Zoltán, majd Vagyóczky Károly vette át. A bank egy sor kisebb változtatásokkal és bővítéssel mintegy 50 évig szolgálta a magyar készpénzforgalmat. Az időközben bekövetkezett politikai változásokat tükrözik a címerváltozatok 1947-ben csak a 10 forintos jelent meg. Méret 166 mm hosszú és 72 mm széles. Előoldal Petőfi Sándor. Hátoldal Jankó János, folyóparti táj. Kibocsátás napja 1947. február 27. forgalomba helyezés 1947. július 25. Sajnos a pontos bevonási dátumot nem tudom, 1975. október 28-án, még készült papír 10 forintos. Bevonás napjáig két alkalommal módosult. A Rákosi címeres kibocsátása 1949. október 24. forgalomba helyezés 1950. július 1. Kádár címeres kibocsátása 1957. május 23. forgalomba helyezés 1959. október 27. Köszönöm a figyelmet! Végére értem a 10 forintos történetnek. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!